Harcosok, sziasztok, túlélők, sziasztok, ninják, Eszter vagyok, és köszöntelek benneteket a csatornámon. Az itt látható videók, ahogy tudjátok, a narcisztikus kapcsolatokról szólnak, és akinek ez a téma tetszik, és még nem iratkozott fel, az iratkozzon most fel, akinek meg majd ez a videó tetszik, az adjon nekünk egy lájkot. És aki anyagilag is szeretne minket támogatni, és már sokan vagyunk, és köszönöm szépen ezt a nagy lelkűséget és ezt a bizalmat, az nyomja meg a csatlakozás gombot itt a videó képernyője alatt, és ott olvashat a részletekről. Hát drága csapat, drága ninjáim, nagyon köszönöm nektek a csodálatos hozzászólásaitokat, igazán érdemes elolvasni a hozzászólásokat, mert így rengeteg tudást, kollektív tudást tudunk beépíteni magunkba. Én is állandóan tanulok tőletek, úgyhogy soha ne hagyjátok abba a kommentelést, mert egyre tágul a kép nekünk, és egyre több variációt, viselkedésbeli variációt megismerünk, valamint megismerjük egymást, és erről fog a mai videó szólni. De mielőtt belekezdek a mai videóba, kaptam egy nagyon kedves üzenetet Zoltán tőled, Zolikánk, írta, hogy észrevett a háttérben egy félmeztelen nő képét. Nem én vagyok, oké? Nem én vagyok, de most megmutatom nektek, így akkor mindenki megnyugszik. Ez a kép, ez a könyv, hát ez még az egyetemi időmből maradt itt ez a könyv. Hát ez a könyv Giovan Battista Marinónak a könyve, aki egy barokk költő volt Itáliába, akkor még nem mondjuk, hogy Olaszország, mert Olaszország, akkor mint republik nem létezett. Olaszország 1861 vagy 65, most nem emlékszem pontosan, akkor vált azzá az Olaszországá, amit mi ismerünk. Na mindegy, ez most nekünk lényegtelen, csak nem tudtam magam visszafogni. Szóval, Giovan Battista Marino egy barokk költő, itáliai, olasz barokk költő, és neki az Adone, az Adonis című versbe foglalt regénye van ebben a könyvben, kedves Zoltán, szóval nem én vagyok itt a képen, hanem egy festmény, és nem tudom, hogy ez kié, mert nem néztem meg, de majd legközelebb megírom neked, jó? Köszönöm azért észrevételt, eddig senki nem vett észre semmit a háttérben, pedig a könyveinkből is nagyon megismerjük egymást. És ahogy mondtam, ez a videó ma erről fog szólni. Mert van egy kérdés, ami nekünk empatáknak normális, és mi szeretjük ezt a kérdést, és mi szeretjük a választ is erre a kérdésre megadni, de ez a kérdés, ez teljesen idegen a narcisztikusoknak. Ez a kérdés pedig az, hogy mi az, ami definiál téged. Tegyük fel, hogy te meg én kimegyünk kávézni, és akkor elkezdünk beszélgetni. És én biztos, hogy kíváncsi leszek arra, hogy mi az, ami téged definiál. Ki vagy te? Mi empaták úgy kezdünk emberekhez vonzódni, barátilag, romantikailag, ismerősként, bárhogy, ahogy el akarod képzelni, hogy mi a belső értékekből építünk kifelé. Tehát, ha én találkozok veled, akkor én nagyon szeretném megismerni a te belső értékeidet. Mi az, ami téged definiál, és ebből a belső értékekből kiindulva építek föl egy képet magamba rólad. Tehát amikor mi empaták beszélgetünk, akkor én tudni szeretném azt, hogy ki vagy te belül. Mi az, ami téged azzá tesz, aki te vagy? Miért szereted ezt? Miért nem szereted azt? Mik voltak ezzel meg azzal a tapasztalataid? Miért döntöttél most így, vagy miért nem döntöttél úgy? Mi az, ami szerepet játszott ebben a döntésedben, ebben a hozzáállásodban? Mi az, ami nem játszott szerepet? Mik voltak az előző tapasztalataid? Mik a terveid a jövőre? Hogyan integrálsz be bizonyos dolgokat most az életedbe? Ugye, ezek normális beszélgetéseknek az alapjai. Így akkor te, aki velem beszélsz, érzed azt, hogy érdeklődnek irántad, hogy elfogadnak téged, hogy te egy érdekes személyiség vagy, hogy te egy egyedi személyiség vagy, hogy van benned valami különleges, valami olyan, ami másban nincs, hogy mind az, amit te teszel, az valahonnan ered, a te egyedi, egyéni személyiségedből.
És hogy van az Eszter, aki ez iránt érdeklődik. Hogy vagyok én, aki szeretné ezt megismerni. És így kialakul közöttünk egy dialógus, mert te is szeretnél akkor engem megismerni, és hogy megtudni rólam azokat a dolgokat, ami engemmé tesz. Mi empaták, mi az emberek belsejéből építjük fel a szeretetünket. Belülről kezdünk kialakítani róluk egy képet. Az ő belsőjükből, úgy értem. Mi nem szégyellünk, és időt és energiát szánunk arra, hogy másokat belülről megismerjünk, és ezáltal alakítsunk ki egy képet őróluk. Gondolkozzunk el! Mi az, ami téged meghatároz? Mi az, ami téged definiál? Mitől leszel te? Mitől vagy te? És tőlem megkérdezitek ezt a kérdést, és már sokan ismertek itt ezen a csatornán. Hát én azt mondom, hogy az én utazásaim, rengeteg helyen voltam a világban, ami nagyon-nagyon nagy impressziót kreált bennem. Az én nyitott gondolkodásom, az, hogy ennyi egyetemet elvégeztem, a tanulmányaim, az, hogy nyelveket beszélek, hogy ugye magyarul, angolul és olaszul, az én emberszeretetem, az, hogy én másoknak annyira akarok mindig segíteni, hogy mindig szeretném őket egy kitágultabb világba bevinni, ahol az ő problémáik esetleg már nem annyira dominálnak, hogy segítsek másokban a félelmeket lebontani, hogy segítsek másokban felszínre törni azt a belső erőt, amit tudom, hogy bennük rejlik, és bennetek is rejlik, hogy én sorstárs szeretnék lenni azon az úton, amikor pont valami nagyon kellemetlent és traumatikust megemésztünk. Szóval, én bennem is, bár nem nagyon ismerjük egymást, de vannak olyan dolgok, amelyekről érdemes beszélni, és ha mi elmennénk kávézni, vagy elmennénk egy drinkre, akkor ezek a dolgok, ezek felszínre törnének, és te megismernél engem. És tudnád pontosan azt, hogy hogy fogok reagálni bizonyos dolgokra, mi az, ami tetszik, mi az, ami nem tetszik, hogy mi az, ami engem bántott, mi az, ami megsértett, mi az, amit szeretek, mi az, ami meggyógyított. És hogy mi az ilyen mélyről jövő beszélgetések által összetudunk kapcsolódni, ki tudunk alakítani egy networköt, egy ilyen kapcsolódási hálót, itt a csatornán is. Ez nagyon fontos az életben. Ezért van az, hogy itt a csatornán próbálok, Jerry, és én majdnem mindenkinek válaszolni a megosztásaira. Mert már ismerlek benneteket név szerint. Sokatokat már arcról is a kis fotókból. Úgy érzem, hogy a napjaim részei vagytok, és érdekel a sorsotok, érdekelnek azok a dolgok, amelyek veletek történtek. Érdekelnek a véleményetek, érdekelnek a dolgok, hogy miken mentetek keresztül, hogy ti hogyan tapasztaltatok meg bizonyos traumákat, vagy bizonyos szituációkat egy narcisztikus kapcsolatban. Persze más is érdekelne, de mit most ezen a csatornán erre fókuszolunk. Most gondoljunk egy pillanatra vissza, hogy amikor mi a narcisztikus emberrel voltunk a kapcsolatunkban, akkor őt mennyire érdekelte az, hogy te milyen voltál belül? A narcisztikust ez nem érdekli, mert te csak egy táplálék vagy, akiből ő hasznot húz, akiből ő profitál valahogy. Nem csak anyagilag, de ne zárjuk azt se ki, mert az is nagyon domináló, hanem a saját lelki-testi komfortja az, ami nála dominál, amit meg akar belőled szerezni. Érdeklődött ő azután, hogy te hogy látod a világot? Érdeklődött azután, hogy mi az, ami neked tetszik, vagy nem tetszik? Sőt, nem is így mondanám, hogy érdeklődött-e, mert egyáltalán érdekelte őt az, hogy téged mi bánt, hogy mi tetszik neked, hogy mik a limitjeid, hogy hol vannak a határaid. Érdeklődött a múltad iránt, de úgy őszintén, nem az interjú alatt, hanem őszintén be tudta integrálni a te múltadat, a te lájkaidat, diszlájkjaidat, a te egész egyéniségedet a napi folyamatokba. Őt nem érdekli az, hogy emberekkel mélyebb kapcsolatot teremtsen, hiszen kötődés zavaros. Kezdjük így.
És én visszaemlékszem arra, hogy az én volt partneremet egyáltalán nem érdekelte. Az, hogy én ki vagyok. És szerintem nem is ismert engem. Ő látott engem, látta az én kinézetemet. Én ott valahol sertepertem a lakásba, ott voltam, hogyha nem is vett észre, azért ilyen gravitációs hullámzásokból észrevette, hogy jövök, megyek, de nem érdekelte. Őnek én csak egy eszköz voltam, és ez soha nem vált számomra világosabbá, mint akkor, amikor lelettem cserélve egy új táplálékra, vagy amikor megláttam más HRM tagokat, akik teljesen mások voltak, mint én, és erről már beszéltünk. És akkor jöttem rá, hogy nekik teljesen mindegy volt, hogy most én voltam, vagy valaki más ott a lakásban, abban a légtérben. Soha nem vette figyelembe az én múltamat, a kívánságaimat, az egyéniségemet, a kreativitásomat, mind az, aki én vagyok, az egyetemi éveimet, a képzettségemet, semmit nem vett figyelembe, és nem integrált a mi kapcsolatunkba, nem integrálta be a napi folyamatokba ezeket a dolgokat. Mert őt ez nem érdekli. Őt a saját jövője nem érdekelte. Mert most belegondolsz, megkérdezted őket, hogy na és akkor most akkor ez, amit ma tettél, hogyan fogja a jövőt befolyásolni. Na, engem nem érdekel, ma van, örüljünk a mának, én csak a mának élek. Ők nem a belsődből építik fel a rólad alkotott képet. Ők azt nézik, hogy te kívül ki vagy, jól nézel ki, megfelelsz az ízlésüknek, stb., de ha nem, az se baj. És amit te a kívülről mutatsz, ami neked van, amiből ő azonnal profitálni tud, az érdekli őt. Mélyebbre ő már nem megy. És hogyha megkérdezed tőled, hogy ide figyelj, narcisztikus haver, mi az, ami téged definiál? Mi az, ami téged egyedivé tesz? Akkor a válasz arra egy nagy nulla, mert ők belül üresek. Csoki nyuszik. Maximum azt a választ tudja adni, de nem fogja ezt adni. De azt adhatná, hogy őt az imidzse definiálja, az álarca definiálja. Az, hogy ő mindig győzzön egy szituációba, hogy mindig nyertesen kerüljön ki egy szituációból. Az definiálja, hogy új táplálékokat tud szerezni. Az definiálja, hogy a táplálékokat, a csodálatokat napi szinten biztosítani tudja magának. Az definiálja, hogy ő soha ne legyen a felelős semmiért. Az definiálja, hogy ne kötődjön senkihez. Empátia hiány definiálja, hogy mindig magát előtérbe és nyertesnek pozícionálja. Ez definiálja őket. Miért raktam ide ezt a fejezetet ma? Miért készítettem ezt a videót? Mert a gyógyulás útján járunk. És hogyan segít minket ez az információ a gyógyulás útján? Hogyan segít minket gyógyulni az, hogy tudjuk azt, hogy mi empaták, érdeklődünk, kapcsolódunk másokhoz, a mások belsején keresztül, és a saját belső lelkünk megosztásával. És a narcisztikus ezt nem csinálja. Ő nem belülről épít kifelé se saját magát, se mások megismerését, hanem ő kívülről kezdi a kapcsolatépítéseket, és sokszor meg is ragad itt a külsőségeknél. Nem érdekli őt az, hogy téged jobban meglásson, hogy mélyebb rétegeit belásson, és hogy az be tudja építeni szervesen, a te egyéniségedet be tudja építeni szervesen a kapcsolatba. Ó, te az övét beépítetted. De igaziból téged ő nem látott. És a gyógyulásunk útján ezt fontos tisztáznunk, hogy mi hogy gondolkodtunk, és ők hogy gondolkodnak. És már azért is gyógyít ez minket, mert te ezt már tudod. Viszont az új táplálék még nem tudja. Az új táplálék azt hiszi, hogy egy egyenrangú, mély kapcsolatban van, még a szerelembombázás alatt a narcisztikussal. De ez nem így van. És mi már tudjuk, hogy ez nem így van. Ott mély kapcsolatok nincsenek. Te soha nem érezted azt, hogy te számítasz, hogy téged ismernek,
hogy a te belső értékeid egyáltalán észre vannak véve, hogy be vannak integrálva a napi folyamatokba. Az új táplálék még ezt hiszi, hogy megtalálta élete nagy szerelmét, és majd ő szépen szerves része lesz egy intim érzelmekre alapozott kapcsolatnak. De mi már tudjuk, ez soha nem fog megtörténni. Úgyhogy, ha most szakítottál, ne bánd. Aki meg régebben szakított, az meg már egyáltalán nem bánja, hogy véget ért a kapcsolat, és ne irigykedjünk az új táplálékra, mert a narcisztikus soha nem fog változni, és ugyanilyen marad az új táplálékkal, mint aki velünk volt, és a narcisztikus nem fog érdeklődni az új táplálék mélyebb vonásai, mélyebb rétegei iránt. Az új táplálék ugyanolyan láthatatlannak, észrevehetetlennek, ignoráltnak, mellőzöttnek, könnyű fajsúlyúnak fogja magát érezni ebben a kapcsolatban, és csak időkérdése, mint ahogy mi éreztünk. Nagyon kíváncsi vagyok a hozzászólásokra, és nagyon szeretem a hozzászólásokat, pont azért, mert itt ezen a csatornán a hozzászólások adnak nekünk teret arra, hogy egymást mélységekben megismerjük, és ilyen sok perspektívákból, mint amik a témák, amik a videó témái. Mondd nekem, a hozzászólásokban. Mi az, ami téged definiál, és amit nem vett észre, és nem értékelt a narcisztikus? Várom a hozzászólásaitokat. Sziasztok!